Hare Krishna! Már is itt vagyunk, Véda a Kelet Bölcsességű című könyv 6. fejezetével, melynek főcíme Mesterek és hagyományok. Ebből az első fejezet a buddhizmus 4 nemes igazsága. Ez Satyarajja Das írása. Omagyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militamina Tasmai Shri Gora Vena Maha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutala Shri Vata Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ráma, ráma, haré, haré. Om namo bhagavati vasudevaya, om namo bhagavati vasudevaya, om namo bhagavati vasudevaya. A buddhizmus 4 nemes igazsága, Satyarajja Das írása. Mennyiben feleltethető, tehát mennyiben feleltethető meg a Vaisnava filozófia a buddhizmus alapelveinek? Mélyen tisztelt közönség! A Vaisnava hagyomány képviselőjeként állok Önök előtt, bár el kell ismernem, hogy nem rendelkezem az ideális Vaisnava tulajdonságaival és lelki tapasztalataival. Ennek ellenére megpróbálom bemutatni e megbecsült és nagymúltú hagyományt úgy, ahogyan azt egyik legkiválóbb tanítójától és én magam megismertem. Tehát ennek ellenére megpróbálom bemutatni e megbecsült és nagymúltú hagyományt úgy, ahogyan azt egyik legkiválóbb tanítójától én magam megismertem. Ez a kiváló tanító őisteni kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupád, a Krisna tudatú hívők nemzetközi közösségének alapítója és lelki vezetője, aki egyben az én lelki tanítómesterem is. Nagy tiszteletű Bodhi Santos Roshi közösségük feje és lelki vezetője arra kért, hogy beszéljek a buddhizmus alaptanításáról, a 4 nemes igazságról. Számomra ez egy komoly megtiszteltetés, mert ugyanezek az igazságok a Vaisnava gondolkodás alapjaiként is felfoghatók. Hogy miként? Erről lesz szó ebben a rövid előadásban. Mielőtt azonban belekezdenék mondandóba, szeretném röviden összefoglalni, melyek is ezek az igazságok. Kérem, javítsanak ki, ha pontatlanul fogalmaznék. Ezek tehát a következők. Első. A szenvedésről, a szenvedés egyetemes voltáról szóló igazság. Második. A szenvedés eredetéről szóló igazság, mely a szenvedéshez, mint ontológiai valósághoz kapcsolódik. Harmadik. A szenvedés megszüntetésére vonatkozó igazság, és végül negyedik. Az út igazsága, mely szervesen kapcsolódik a szenvedés megszüntetéséhez. Ha ezzel kapcsolatban nincs ellenvetésük, belefognék a 4 nemes igazság közül az első kettőnek, azaz a szenvedésről és a szenvedés eredetéről szóló igazságnak a magyarázatába. Az első és a második nemes igazság. A buddhizmus és vaisnavizmus egyaránt sokat elmélkedik a létről és az anyagi természetről. Nem csak a természet szépségéről, hanem a létezés kíméletlen valóságáról is. Ellentétben azzal, amit sokan gondolnak, ha kíméletlenül szembenézünk a létezés nehézségeivel, az nem feltétlenül negatív, sőt, egy önmegvalósított mester vezetésével mindez a megvilágosodáshoz vezető első lépés lehet. Ha nem vagyunk maradéktalanul tisztában az élet keserű oldalával, nagy a valószínűsége annak, hogy beleesünk az anyagi lét csapdájába, és ha egyszer beleestünk, nehezen tudunk majd az élet magasabb rendű kérdéseivel foglalkozni. A mesztelen igazság az, hogy ebben a világban a boldogság és az élvezet legyen bármiféle ideiglenes. Egyszer véget ér. A szenvedés tehát többé-kevésbé elkerülhetetlen. Ez egyáltalán nem savanyú a szőlő filozófia. Ha felismerjük, netán elemezzük a fájdalom és a szenvedés következményeit, csupán realisták vagyunk. A világ legtöbb spirituális hagyománya ezért arra biztat, hogy a tudatlanság és a transzcendens mibenlétét egymással párhuzamosan próbáljuk megérteni, és így apránként a világi dolgok fölé emelkedve állapodjunk meg a valódi jóság síkján. Erre a síkra egy időigényes, fokozatos fejlődés során juthatunk el.
A tudatlanság síkjáról a szenvedély, a jóság, majd a tiszta jóság a transzcendencia síkjára emelkedve. Ezért a buddhizmusra és a vaisnavizmusra különösképpen jellemző, hogy megalkuvás nélkül világosítja fel követőit az anyagi lét elkerülhetetlen szenvedéseiről. A buddhista és a vaisnava tradíció alapvető meditációjának egyaránt az a céljuk, hogy egyebek mellett megértessék a gyakorlóval, a születés, a halál, az öregség és a betegségek elkerülhetetlenek, és hogy ezek a jelenségek miként hatnak az ember életére. Ezek az ismeretek hozzájárulnak ahhoz, hogy világi szemléletünktől megszabadulva komolyan elkezdjünk törekedni az isteni természet elérésére. Buddha híres története, mely a születés, a halál, az öregség és a betegség problémájára világít rá, minden jelenlévő számára közismert. Siddhartha Gautama, a Buddha, egy előkelő herceg volt, akit fiatal korában elzártak az élet nyomorúságaitól. Amikor a herceg végre elhagyta a királyságot, és életében először látott haldoklót, szülőnőt, beteget és öreget, azt kérdezte a szolgájától, hogy vajon ezek a megpróbáltatások, vagyis a szenvedés különféle formái mindennaposak-e? A szolgája erre azt felelte, hogy ezek a sorscsapások így vagy úgy, de elkerülhetetlenül utolérik az embert élete során. Ekkor a Buddha elhatározta, hogy megoldást talál a szenvedésre. India ősi védikus írásai háromféle szenvedésről számolnak be. Amit a saját testünk és elménk okoz, amit mások teste és elméje miatt szenvedünk el, és ami a természeti katasztrófák következtében ér minket. Szanszkritul a szenvedést a dukha szó jelöli, melynek jelentésében benne van a fájdalom, az aggodalom, a bánat, a megpróbáltatás és a reményvesztettség fogalma egyaránt. Úgy tudom, önök is ezt a kifejezést használják. Az önök tradíciója szerint a dukha az avidjából, vagyis a tudatlanságból ered. Mi ugyanígy gondoljuk. Lelki tanítómesterem Srila Prabhupád azzal a meggyőződéssel érkezett nyugatra, hogy az emberek szenvedését a tudás hiánya okozza. Úgy vélte, egyedül a spirituális tudás enyhíthet a szenvedésükön. Ezért aztán fáradhatatlanul munkálkodott azon, hogy lefordítsa az ősi védikus szentírásokat, és személyes példájával tanítsa, hogyan élhetünk odaadással teli életet. Mélyen átérezve az emberek szenvedését, és segíteni akart rajtuk, hogy felülemelkedhessenek az e fajta gyötrelmeken. Mélyen átérezte az emberek szenvedését, és segíteni akart rajtuk, hogy felülemelkedhessenek az e fajta gyötrelmeken. A tudatlanság alapja az, hogy azt hiszük, a test vagyunk. Ha az életerő, vagyis a testben lakozó lélek az anyagi elemek halmazának képzeli magát, amely pedig csak a test, még ha önmagunknak hisszük is, életünk puszta illúzió lesz, és ez minden további szenvedésünk gyökere. A Bhagavad Gita, a Vaisnava hagyomány egyik fontos szentírása kertelés nélkül kijelenti, hogy a test és a lélek két különböző kategória, és a tudatlanság, az illúzió, következésképp a szenvedés, a léleknek abból a téves elképzeléséből fakad, hogy ő az anyaggal azonos. Azt hiszem, a buddhista tanításokon belül ez egy elég kényes téma. Bodhi Santos Roshival közösen sokat boncolgattuk a buddhista filozófia lélekről és reinkarnációról szóló részleteit. Az erre vonatkozó buddhista nézetek precíz bemutatása túlmutat ennek az előadásnak a keretein. Ennek ellenére azt mondom, és tudom, hogy Bodhi Santos Roshi egyetért velem, hogy az indiai buddhizmus legrégebbi formái elfogadják a lélek természetéről és a reinkarnációról szóló védikus tanításokat. Ugyanez igaz az északi buddhizmus vagy Mahájána buddhizmus legtöbb változatára és a tibeti buddhizmusnak is alapvető részét képezi. De még a lélek gondolatát elutasító buddhista irányzatok számára is megfellebbezhetetlen igazság, hogy az illúzió és így a szenvedés forrása a test. Ezek a buddhista irányzatok egyszerűen csak egy következő lépésből indulnak ki, vagyis nem arra koncentrálnak, hogy a test és az önvaló különbözik egymástól,
hanem arra, hogy milyen következményekkel jár, ha a testünkkel véljük magunkat azonosnak. Induljunk hát ki ebből. Mi a következménye annak, ha a testünkkel véljük magunkat azonosnak? Nos, a testtudat vágyat, sóvárgást szül. A buddhizmusban a tána és a trisna szóval jelölik ezt, melyek jelentése mohóság, az érzékek szolgálata. Ha van egy testünk, akkor természetes, hogy kielégítjük a szükségleteit. A legtöbb ember azonban jóval túllép azon, amit a test követel. Mértéktelen érzék kielégítésbe merül. Prabhupád az érzéki örömet ahhoz hasonlította, ahogyan a sót használjuk főzés során. Ha túl sokat teszünk belőle az ételbe, elsózzuk. Ha viszont túl keveset, sótlan lesz. Ezért a buddhizmus és a vaisnavizmus egyaránt egy köztes megoldást javasol, egy olyan utat, mely nem tagadja meg az érzékeket, de nem is kényezteti el őket. Amint arról a Gita második fejezete beszámol, minden szenvedés azzal kezdődik, hogy folyton az érzéktárgyakon jár az eszünk. Ez ragaszkodáshoz, majd önző vágyakhoz vezet. Ekkor feltámad bennünk a düh. Hogy miért? Mert, mint már említettük, a világi élvezetek csak ideig óráig tartanak, vagyis óhatatlanul véget érnek. Egyszer eljön az a pillanat, amikor elveszítjük ragaszkodásunk tárgyát. Ettől dühösek leszünk. A Gita szerint, amikor haragra gerjedünk, képtelenek vagyunk józanul gondolkodni, összezavarodunk. Ez emlékezett zavarhoz vezet, s ilyenkor elvész az értelem. A Gita meghatározása szerint az értelem jó emlékező képességet és józan ítélő képességet jelent. Ilyen elmeállapotban nyilvánvalóan nem tudunk lelki célokra koncentrálni. Nos-e néhány bevezető gondolattal nagy vonalakban felvázoltuk a szenvedés és a szenvedés okának témáját. A harmadik nemes igazság. A harmadik nemes igazság a szenvedés megszüntetésére vonatkozik. Ha minden szenvedés forrása a vágy, akkor a szenvedést úgy tudjuk megszüntetni, ha kioltjuk magunkban a vágyakat. Ez azonban felvet néhány problémát. Ahol ott az önvaló, ott jelen van az önérdek is, a vágy tehát egy természetes dolog. Ahogyan természetes az is, hogy a legjobbat akarjuk magunknak és a szeretteinknek. Akkor pedig nem a vágyjal van a baj, hanem annak mértékével, vagyis a fölösleges vagy túlzott sóvárgással, ahogy arról már szó esett. A buddhisták és a vaisnavák egyaránt arra törekszenek, hogy megszabaduljanak a szükségtelen szenvedélytől és vágyaktól, és helyettük a lélek vágyait erősítsék, illetve a szenvedélyüket az igazság utáni kutatásra irányítsák. Ahhoz, hogy életünket a buddhista vagy a vaisnava út követésének szenteljük, eltökéltnek, határozottnak és bizony szenvedélyesnek kell lenniük. Vágynunk kell arra, hogy választott utunk, a buddhizmus vagy a vaisnavizmus célját elérjük. Itt előhozakodhatnánk azzal a zen buddhista bölcsességgel, hogy csak az ér célt, aki már lemondott róla. Csak az ér célt, aki már lemondott róla. Ez azonban csak részben igaz. Ha valaki magáért, az igazságért kutatja az igazságot, önös vágyaktól mentesen, az teljes mértékben helyesen cselekszik. Más szóval, ha az indíték helyén való, nincs baj a törekvéssel. Ha valaki nem vágyik a megvilágosodásra legalább egy kicsit, soha nem fogja elérni azt. A lényeg az, hogy túljussunk az önző sóvárgás, az önérdektől vezérelt vágyak szintjén, hogy megérthessük, minden létezővel kapcsolatban állunk. A vaisnavizmus ezt Brahma-Bhuta szintnek nevezi, amelyre az jellemző, hogy minden élőlényt egyenlőnek látunk. Nem teszünk köztük különbséget, és nem ítéljük meg egymást anyagi szempontok alapján. Ha valaki eljutott a megvilágosodásnak erre a szintjére, az felülemelkedett minden anyagi szenvedésen. A buddhizmusban úgy tartják, az út vezet el erre a szintre, és az út minden ember számára más. Ez még egyszer, mert nem az úr. Tehát a buddhizmusban úgy tartják, az út vezet el erre a szintre,
és az út minden ember számára más. A negyedik nemes igazság. A buddhizmusban az út mondja meg, hogyan cselekedjünk helyesen. Ez az út a 8 rétű ösvény, melyet a helyes szemlélet, a helyes szándék, a helyes beszéd, a helyes cselekvés, a helyes létfenntartás, a helyes törekvés, a helyes éberség és a helyes elmélyedés alkot. Akkor ezt még egyszer. A buddhizmusban az út mondja meg, hogyan cselekedjünk helyesen. Ez az út a 8 rétű ösvény, melyet a helyes szemlélet, a helyes szándék, a helyes beszéd, a helyes cselekvés, a helyes létfenntartás, a helyes törekvés, a helyes éberség és a helyes elmélyedés alkot. A vaisnavizmus ezt a jóság minőségének nevezi, amit nagyon nehéz elérni. Korunkban csak kevesen képesek valóban helyesen cselekedni, és akik igyekezőtüknél fogva eljutnak erre a szintre, azok nagyon nagy áldást jelentenek saját maguk és környezetük számára. Ezért a 8 rétű ösvény követése a lehető legnemesebb cél. Meg kell azonban jegyeznem, hogy véleményem szerint, ha valaki valóban eléri, tökélyre fejleszti ezt a célt, az vaisnavaként Krisna tudatban cselekszik. Ebből is láthatják, hogy a vaisnavizmust nem tartom szektariánus vallásnak, mely szembe helyezkedne más vallásokkal. A vaisnavizmust jómagam szanátana darmának, a lélek örök hivatásának tekintem. Számomra tehát minden hiteles, spirituális hagyomány a vaisnavizmus kifejeződése. Ezért, amikor a buddhizmus 8 rétű ösvényén elmélkedek, lelki szemeim előtt az Istenért, Krisnáért való cselekvés jelenik meg, hiszen a helyes cselekvés, legalábbis az én meglátásom szerint, egyenlő az Istenért való cselekvéssel. A helyes cselekvés végső soron a forrásunkkal összhangban végzett tetteket jelenti, vagyis akkor cselekszünk helyesen, ha a teremtőnk szándékai szerint cselekszünk. Tudom, ez érzékeny téma. A buddhizmus hagyományosan nem beszél Istenről és Isten természetéről. Isten létének kérdése azonban akkor is kísért minket, ha a megszabadulás szempontjából lényegtelennek vagy fölöslegesnek tartjuk, ahogy azt a buddhista elméletek gyakran hangoztatják. Amikor ontológiai és teológiai kérdésekkel foglalkozunk, azaz arra kérdezünk rá, hogy honnan származunk és merre tartunk, nincs más választásunk, el kell gondolkodnunk Isten létén. A vallásnak általában véve az a dolga, a vaisnavizmusnak pedig különösen, hogy megismertessen bennünket azzal a világgal, amely túl van a szenvedésen. A buddhizmus és a vaisnavizmus egyaránt úgy tartja, hogy ez a szenvedés világa. De mi az, ami ezen túl van? A vaisnava hagyomány beszámol Vaikuntáról, a lelki birodalomról, arról a helyről, ahol öröklét, tudás és boldogság uralkodik, vagyis éppen az ellentéte a mulandóságnak, a tudatlanságnak és a szenvedésnek. Még az anyagi világ alapja a kizsákmányolás, a lelki világot az önátadás, a szeretet birodalmaként jellemzik. Léteznek olyan buddhista irányzatok is, amelyek említést tesznek magasabb rendű világokról, ahol félistenek és magasabb rendű lények laknak. Tudomásom szerint azonban egyedül a vaisnava hagyomány szolgál pontos részletekkel Krisna, vagyis az Istenség legfelsőbb személyisége lakhelyéről. Én magam ide szeretnék eljutni, ha egyszer majd elérem utam célját, és talán éppen ezért választottam a vaisnavizmus által kijelölt utat. Nemrégiben, amikor a Dalai Láma New Yorkba látogatott, volt szerencsém hallani az előadását. Miután elmondta, hogy minden spirituális irányzatot tisztel, és minden útnak megvannak a maga érdemei, bevallotta, hogy a buddhizmussal szemben különösen elfogult, és emiatt buddhista. Meg kell vallanom, hogy én is hasonlóan részre hajló vagyok. Elismerem, hogy minden kinyilatkoztatott tradíció tiszteletre méltó, és számtalan dolgot kínál követőinek, én magam azonban csak a vaisnava utat járva tudok eljutni az igazsághoz. Ez az én felfogásom a lelki életről, s remélem, megbocsátják nekem ezt a részrehajlást. Köszönöm a figyelmüket! Kiegészítés. Buddha a Bhagavatamban. Idézet.
Ezt követően a Kali Yuga kezdetén az Úr Buddhaként, Anjana fiaként jelenik majd meg Gaia tartományban, hogy félrevezesse azokat, akik rossz indulatúak az Isten hívőkkel szemben. Srimad Bhagavatam 1.3.24. Az Úr Buddha a legfelsőbb személy egyik nagyhatalmú inkarnációja, Gaia, mai nevén Bihar, tartományban jelent meg Anjana fiaként. Felnőve az erőszakmentességgel kapcsolatos nézeteit terjesztette, s prédikálása során elítélte még a védákban szentesített állatáldozatokat is. Abban az időben ugyanis, amikor az Úr Buddha megjelent, az emberek ateisták voltak, és a hús volt a kedvenc ételük. Védikus áldozatok ürügyén gyakorlatilag minden helyet vágóhíddá változtattak, és az állatmészállásnak semmi nem szabott határt. Az Úr Buddha megszánta a szerencsétlen állatokat, és erőszakmentességre tanított mindenkit. Azt állította, hogy nem hisz a védák tanaiban, s leginkább az állatmészállás... Bocsánat, ezt most újra mondom, mert sajnos a házőrzők itt jeleztek. Tehát az Úr Buddha megszánta a szerencsétlen állatokat, és erőszakmentességre tanított mindenkit. Azt állította, hogy nem hisz a védák tanaiban, s leginkább az állatmészállás kedvezőtlen pszichológiai hatásait emelte ki. A kalikor csekély értelemmel megáldott emberei nem hittek Istenben, de követték Buddha tanait, és ezáltal elsajátították az erkölcs és az erőszakmentesség elveit, amely az első lépés az Istenhez vezető úton. Az Úr Buddha tehát félrevezette az ateistákat, mert követői ugyan nem hittek Istenben, benne viszont, aki valójában Isten inkarnációja volt, teljes hitük volt. Így lett a hitetlenekből Isten hívő, hiszen az Úr Buddha elkötelezett hívei lettek. Az Úr könyörületessége tehát úgy mutatkozott meg, hogy maga mellé állította a hitetleneket. A következő fejezetben Krishna, Krisztus, Krisztus című fejezetet fogom felolvasni. A Bhaktivedanta Swami Prabhupád Emmanuel Jung Clausen atyával beszélget. Remélem jól ejtettem ki. Elvileg német, tehát Jung Clausen. Mert amúgy a J-t én majdnem J-nek mondtam, mert a szanszkritba meg úgy kell. Védák a kelet bölcsessége Ki Jai, Srila Prabhupád Ki Jai, Szatya Rádzsa Dász Ki Jai, Jaini Tai Góra Prémanandé, Hari Hari Ból, Góra Bhakta Vinda Ki Jai. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Hare Krishna, Hari Hari Ból.